Idén több ezer négyzetméternyi térkő készült, amelynek a felhasználása a következő év feladata lesz. Mint megtudtuk, a helyi sajátosságok program keretében indították 2020-ban a térkőgyártási programot más egyéb programokkal. A program kiemelt része a térkőgyártás, egész évben van rá lehetőség, télen a fűtött, fedett helyen a térkő a gyártás után meg tud száradni. A helyi sajátosságú program keretében indítottuk 2020 évben a térkőgyártási programot más egyéb programokkal, de ennek a program egy kiemelt része a térkőgyártási programelem. Természetesen egész évben történik a térkőgyártás, rá vagyunk állva arra is, hogy téli hideg körülmények között is tudjuk gyártani, fűtött, fedett helyen, ahol a térkő megfelelőképpen gyártás után meg tud szilárdulni. Idén több ezer négyzetméternyi térkő készült, melynek a felhasználása a következő év feladata lesz. A főtér térkövezése is folytatódott, de a lerakást szakemberek hiányában külső cég végezte. Jövőre szeretnék ezt saját szakemberekkel megoldani. Maga a gyártási programra kapunk a közfoglalkoztatás keretében embereket, szakembereket, segédmunkásokat, viszont maga a lerakása olyan nagy mennyiségű állami és vállalkozói magánszférás beruházás történt, hogy azok az emberek, akik korábban a közmunkában térkő lerakással foglalkoztak, sajnos a versenyszféra felszippantotta. Ez egyébként nehézséget okoz, tehát sokkal, de sokkal több térkövet tudnánk lerakni abban az esetben, hogyha tudnánk olyan munkacsoportokat indítani a közfoglalkoztatás keretében, akik magával a térkővel, a burkolási résszel foglalkoznának. Ez ebben az évben nem úgy sikerült, mint az elmúlt években, szakemberhiány miatt. Bízom benne, hogy a jövő évben nagyobb mennyiséget tudunk majd burkolásra fordítani. Folyik a kátyúzás száraz időben. Van még betárolt hideg aszfalt, ha az időjárási körülmények engedik, akár télen is a kialakult kátyukat tudják javítani. Természetesen akkor, hogyha szárazak az utak, szárazak a kátyuk, akkor tudjuk folytatni. Van még betárolt hideg aszfaltunk, és hogy az időjárási körülmények engedik, akár télen is a kialakult kátyukat ki tudjuk foltozni, rendbe tudjuk hozni. Szándékunk is van még egyébként erre, mert nem sikerült minden kátyút kijavítani november elejéig. Folyamatosan ellenőrzik, hol a legveszélyesebb a városban a keletkezett kátyú. 95%-ban sikerül kijavítani, de mindig keletkeznek újabbak.